Említettem nektek, hogy a mai napon vendégem lesz az Arkonik Alba Fehérvár csapat marketing vezetője, marketing menedzsere, Horváth Éva, aki meg is érkezett. Szia, köszöntelek! Szia, Zoli, köszöntöm a kedves hallgatókat! És hetes számol Takács Milán is itt van velük, kérem szépen, szia Milán, elő, Örülünk, hogy itt vagy, mondtam már a hallgatóknak, hogy érkeztek, jöttök, több dologról beszélünk. Az egyik ugye a tradicionális rajzpályázat, hát a másik pedig ugye a csapat kapcsán a mérkőzések, ugye most majd lesz szombaton mérkőzésünk, Paksal, meg még lesz ugye jó pár mérkőzés ebben a hónapban, úgyhogy ezekről a csapat most parád, és ha szerepel erről, majd Milánt fogom kérdezni. Na rajzpályázat azunk először, ugye ez már tradíció a csapat életében, is. hát pont azon gondolkodom, hogy 2024-ben rajzpályázatot említeni, kicsit régi módinak tűnik, de mégsem, mert olyan elképesztő sikere van a rajzpályázatnak. Olyan sokan jelentkeznek rá, és annyira hozzátartozik nem csak a gyerekek a felnőttek világához is, hogy ez szerintem soha nem fog kimenni a divatból, és játszik a jelentkezők számából, hogy tényleg nem megy ki szerencsére. Igen, ez így van, és ennek nagyon örülünk. Uh, igazából az idei évben elmondhatjuk, hogy 11. éve uh -huh. uh, indítottuk el a rajzpályázatot, és hatalmas sikere van. Iskolák, ahova járunk uh -huh. uh, testnevelés órát tartani a felnőtt játékosokkal, uh, nagyon készülnek a gyerekek. Még ki írtuk a pályázatot, de már Aha. kérdezték, hogy mikor írjuk ki, mert már nagyon szeretnének kázolni. Úgyhogy az idei évben is, hála Istennek, sikerült kiírnunk a rajzpályázatot, uh -huh. és akkor el is mondanám a témát. Öröket. Így van. Szintén a kézilabda csapattal együtt, és a Patika plus jó voltából három témakörben hirdettünk rajzpályázatot. Az első témakör a kedvenc kosárlabdázommal, a második én, mint Albás kézilabdázó, és a Patika Plusz pedig egészségesen élek. Uh -huh, Témakörben írtuk ki a pályázatot. Tehát mindent lefettek konkrétan. Tényleg az egészséges életmódot, kedvenc játékos, innen kedvenc játékos onnan. A rajzpályázat, tehát úgy kell elképzelni, hogy akkor mindenki fogja meg egy olyan négyes lapot, gondolom vannak itt azért követelmények, és zsírkréta, a filztól, HB ceruza, mivel, mivel bármi. vízfesték, tehát bármivel lehet elkészíteni, csak az a lényeg, hogy valami látszódjon a rajzlapon, ugye? Igen, De... meg hát ezért kapcsolódjon a témához. Ja, igen, azért nem, nem állt, hogy nem egy lett, van rá, mint egy banános tál, mit tudom, almával köröttem meg pár Mondjuk sütkosa. az is lehet, mert mondjuk az egészséges, mondjuk az egészséges életmód és... mondjuk abban igazad van, igen, igen, az is lehet. Uh, szóval akkor az a hogy hagyományos rajzokat vártok, ugye? Így Tehát van, ez, igen. A, ez a fontos ebben postai úton várjuk az a alkotásokat, vagy akár személyesen is a sportcsarnokba Aha. be lehet hozni. Na, ez nagyon jó dolog egyébként, tényleg ez a rajzolás visszatérve erre, mert tényleg bármennyire, mondom, 2024-ben a digitális korba régi módinak tőle, de nem megy ki, mert az emberek szeretnek rajzolni, az emberek ugye így ki tudják magukat fejezni, fiatalok is nagyon élvezik, idősebbek is élvezik, és ráadásul szerintem egy nagyon jó stresszoldó kikapcsolási lehetőség. Nem véletlen van, ugye a felnőtteknek színező, de tényleg stresszoldóként van felnőtt színező, mert, mert valahogy annyira kikapcsol, és annyira tényleg kiszabadít ebből az őrült világból, hogy mindenkinek ajánlatos állítólag. Meg azért azt elmondanám, hogy a gyermekek rajzai ö, mesélni tudnak. Szóval hát az igen. érzelmi világukat, ahogy lerajzolják igen. a gondolataikat, hihetetlen mindegyik rajz mesél. Aha. Na ezért, ezért nem merek rajzolni. Az <laughs> 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 miket mesélne? Jönnének lipót mezőről értem, érted, már bezárták, de kinyitják miattam, hogy akkor visszük ezt a gyereket. Igen. Na és meddig lehet beküldeni ezeket? A beküldési határidő március 29-e péntek, az elbírálás pedig április 2-a kedd. Uh -huh. A rajzokat a csapat játékosai fogják elbírálni, Aha. úgyhogy hát -e? ö, a Patika Plus pedig ő is kijön, és ő is megnézi szépen a rajzokat. Igen, és akkor lesz majd gondolom egy ünnepélyes átadó, hogy szokott lenni. Így van, az idei évben is a Patika Plus mobiltelefonokkal lesz a legszebb Na, alkotásokat. Hát ez szép. Ö, a Két sportegyesület pedig az első helyezetnek egy dedikált mez, uh -huh. plusz családi belépőt. Jaj, jó, jó. A kézilabda részről dedikált mez, plusz egy fél szezon bérletet ajánlunk uh -huh. fel. A második helyezetnek dedikált pólót ad mind a két sportegyesület. A harmadik helyezet pedig egy családi belépő, mindkét részről, plusz ajándékcsomag. És még egyszer elmondanám a pályázatok beküldési határideje március 29-e. Másik, amit nem kérdeztem meg, hogy milyen életkori megkötés van. Mert hogyha esetleg, mintha van olyan felnőtt, hogy figyelj, én akarok szeretek rajzolni, ezzel foglalkozom, mit tudom én bármi lehet. Nem, nincs ilyen megkeresés, vagy nem volt ilyen megkeresés de, egyébként. De ebben most nagyon belekérdeztem. Na. Mert ugye a gyerekeknek írtuk ki 6 Igen. és 9 és 10 és 14 éves korosztály, Igen. és pont a tegnapi nap folyamán kaptam egy e-mailt. Erről én tényleg nem tudtam, mert onnan tudnám, hiszen te kaptad. Igen? Igen, hogy hogy egy felnőtt tényleg. illető szeretne, mert ő képzőművész, és nagyon szereti a csapatot, Na. és hogy elfogadjuk-e esetleg az ő alkotását, és mondtuk, hogy természetesen. Úgyhogy egy külön díjjal majd fogjuk azt is utalmazni. Ez tök jó egyébként. Igen, ér lehet, hogy ezután tényleg férszemet kapnak, most ezt szó jó értelmében a rajzos, kedvű felnőttek, és akkor hát ők is akkor, akkor jelentkeznek. Ez azért el. szép, mert Csak mindig kiszoktuk állítani az Alba Régiós kocsánok büféjében az alkotásokat. Kint van kb. két hónapig, de mindenki megcsodálja Persze. őket. Várom, hogy szobrászok jelen, nincsen szobrász kategória, vagy valami, tudod? <laughs> ez jó lesz egyébként, és tényleg örülök, hogy elképesztő, hogy 11 év ugye ennek te vagy az anyukája, úgymond ennek a rajzpályázatnak, 11 éve nagyon nagy sikerrel fut ez a rajzpályázat, és hát gondolom még legalább, sőt, sokkal, de sokkal több benne van. Jó, akkor ez a lényeg, és akkor, ha valaki bővebb információt szeretne, vagy elszállt az info, akkor hol tud érdeklődni? A honlapunkon uh -huh. megtalálható különböző. Ö Plakátainkat is kitettük, uh -huh. Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon, mindenhol. Jó, tehát mindenhol. Amit még, bocsánat, szeretnék elmondani, hogy minden rajzpályázat Igen. mellé pályázati adatlapot szükséges beküldeni. Értem. Ezeket is megtalálhatóak a honlapunkon, letölthetőek, ki kell tölteni, és akkor a, a rajzpá, rajz rajzal együtt kell Tehát kritériuma mindenképpen, hogy igen, ez meglegyen, igen, és, igen. és ott legyen ott legyen mellette. Hát szép nyeremények vannak, nagyon-nagyon szép feladat, rengetegféle módon meg lehet valósítani, úgyhogy tényleg ott a, ott a lehetőség. Most már, ahogy mondtad, akkor a felnőttek számára is talán-talán, ugye? Aki, aki szeretne. Nyugi, nem fogok, tehát mosolyog, én nem, nem világérse. Jobb az mindenkinek. És akkor fordulnék Milához, Takács Milához, az Orkonik Alba kiváló játékosához. Nagyon-nagyon jó szerepel a csapat. Előző szezonban is jó szerepelt, most is nagyon-nagyon jó szerepel a csapat. Ugye hát mindig uh, Handel Zubiag edzőt is, hát ő nyilván ilyenkor ki kell emelni, hiszen mondhatjuk azt, hogy tényleg amióta ő itt van, egy elképesztő csodát tett a csapattal, és tényleg van egy csapategység, elképesztő eredmények bizonyítják. Ezt, ezt gondolom nyilván te is mutatják az eredmények, így látjátok. Igen, szerencsére nagyon jól kezdtük a, a szezont hmm. idén. Köszönhetően tényleg annak, hogy Handró már nagyon jól ismeri a, a magyar bajnokságot, nagyon jól sikerültek az igazolások is, és tényleg azt gondolom, hogy a, az öltözőben is egy nagyon jó mm. ö, kémia alakult ö, ki, nagyon jól beilleszkedtek a, a srácok. Az utóbbi időben volt, becsúszott egy-két vereség, de mm. ez benne van a, 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 a csapat életében, nyilván Esz. vannak hullámvölgyek, de most itt a válogatott szünet alatt ö, volt időnk a hiányosságokat kiavítani, mm. illetve esetenként még újabb játékelemeket is beépítettünk a rendszerünkbe. Aha. Azt én egyébként konkrétan látjátok, hogy tudom, van egy meccs, van egy mérkőzés, akár megnyeritek, de hogyha nem, akkor főleg. Tehát látjátok azt, hogy mi az, ami még dolgozni kell, mi az, amit konkrétan az a mozdulat, meg ez a fajta taktika, Na, akkor ezt átírjuk? Tehát ezt, ezt lehet látni egyértelműen? Persze. ezt lehet bontani egyéni ö, szerepekre is, illetve a, a csapat szinten is lehet ezeket vizsgálni, minden mérkőzés, mérkőzés követően vannak videóink, amiket ugye az edzők kivágnak, Kijavít, ki, látjuk a hibáink, ezeket megpróbáljuk a hét folyamán mindig kijavítani. Azért kérdeztem, mert szoktam látni én olyan mozdulatokat, hogy Teljesen mindegy, milyen játékos, passzolja oda, passzolja oda, de az már ott van. Tehát vannak ilyen begyakorolt elemek, amikor igen, igen. tudjátok, hogy ő oda, ő oda, ő oda megy, akkor menj oda, ő meg fogja őt zavarni, és akkor te neki passzolod. Igen, igen, nyilván Aha. vannak ilyen begyakorolt sémák, rendszerek, amivel próbálunk játszani. Ezt nyilván minél többet gyakoroljuk, annál Persze. jobban érezzük egymást a pályán, hmm. és ennek is te köszönhető, hogy ilyen jól szerepeltünk idén. De ez nagyon komoly agyi munka, és nyilván fizikailag is elképesztő egy meccset végig meg nagyon komoly agyi és összpontosító tevékenység. Ez a dolog, hogy az embernek ezek a taktikák, a begyakorolt taktikák, mert nyilván nem egy van, meg nem kettő, hogy ott legyen, meg ha váratlan helyzet van, akkor improvizálni egy picikét. Egy, kettő, a másik azért, hát ti is ébredtek vagy jobb lábbal, vagy bal lábbal. És nektek is vannak megoldandók, és ezt még kizárni, azért hát ez nem könnyű. Igen, igen, hát tényleg sokat-nagyon sokat dolgozunk, hogy minél jobban összeszokjunk, és tényleg, hogy jól működjön a, a csapat, jól menjenek a mérkőzésen, a, a, jól legyen a teljesítményünk, és egyel, egyelőre tényleg jól szerepeltünk. Hát ez nagyon-nagyon szuper. Ugye most szombaton lesz legközelebb mérkőzés, most gyorsan megnyitom az oldalát, a csapatnak a weboldalát. Ugye most szombaton lesz mérkőzés, a atomerő ugye a Paks csapatával fogunk Játszani. Igen, ugye a Paksot fogadjuk. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. A Paks azért nagyon jó minőséggel uh -huh. rendelkező csapat, nagyon jó játékosaik vannak, tapasztalt játékosaik vannak. Ami, ami nagyon fontos még az, hogy ugye öt mérkőzésünk van vissza. Igen. Ugye a Paks is ugye ott van a, a rájátszás küszöbén, nagyon, nekik tulajdonképpen minden mérkőzés élethalál, hiszen be akarnak jutni ők is a, a rájátszásba. Nekünk nekünk más ugye, a helyzet, mi szinte biztos, hogy mások leszünk, de hátrafelé nem nagyon kell ö, figyelnünk. Persze. A falkot még beérhetjük, de az azért nem lenne könnyű, nem csak rajtunk múlik. Hát ez egy külön világ, de... mondjuk a magyar kosállapodában a falkó. Igen, mondjuk igen ezt ezt nagyon, így. nagyon magas játék. Persze, persze intelligenciát képviseltél, nagyon jó. Játékosaik vannak, nem véletlen vannak az első helyen. Persze, így van. Ugye aztán nézem a meccseket, lesz Sopron, aztán Deac, Zete elleni, illetve lesz majd 30 eho, 30 a 30-án, március 30-án, itt Fehérváron alkolik fehérvár falkó bajnoki, bajnoki mérkőzés. Meg többször van az ott hallom a szurkoló körében, hogy hát ezeket meg kell verni mindenképpen, mert, mit tudom, gyengébb vagy gyengébbben szerepel. Azért nem feltétlenül így működik, mert még egyszer mondom, az sem mindegy, hogy ti milyen formában vagytok, ez sok mindent meghatároz meg azért hát mégis első osztályról beszélünk, tehát itt azért kiváló csapatok vannak. Persze, itt ugye tényleg sok minden meghatározza, ahogy mondod. Lehet egy rosszabb napja egy jobb csapatnak, egy gyengébb csapatnak lehet egy mm. jobb napja, tehát tényleg bármi megtörténhet. Azt gondolom, hogy a magyar bajnokság is évről évre egyre erősebb, és tényleg egyre több ö, csapat van, mm. aki, aki akár az első, második helyér is ö, küzdhet, és nyilván mi az alba vagyunk, tehát ott van a hátunkon a célkereszt, mindenki el akar minket kapni, bárhol, hát, bárhol ez is így látszunk, van. akár itthon, akár idegenbe. Ez így van. nekünk mindig a legjobbat kell nyújtani. Ez így van, meg ugye hát most már pont a tavalyi mondjuk ezüstére után, meg ugye rengeteg magyar bajnoki cím után ez, ez elvárás, ugye ez kimondva a vezetőség részéről is, hogy a legjobb négy az évben legyen a csapat, de most már szurkolók részéről a tavalyi ezüst után az a minimum, hogy, hogy ismételten ugye ezüstöt azért elhozza a csapat, de mindig reménykedünk azért az aranyban. Igen, igen, másról másról tényleg egyre többen ott kim vannak a, szurkolók, és nagyon örülünk nekünk, és segítenek is nekünk sokat. Igen. Tehát, igyekszünk mi is meghalálni ezt nekik. Persze. Még a végén jó pacsizás, azt nagyon szeretem. De az tényleg, az nagyon jó, azt mindenki úgy várja, hogy a végén legyen pacsizás, úgyhogy hát reméljük, hogy szombaton is ez lesz majd a meccs végén. Köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, és akkor hajrá rajzpályázat, és hajrá Arkonikarba Köszönöm szépen. Köszönjük.